Ön szerint elfogadható lenne, ha az országnak homoszexuális miniszterelnöke lenne? Erre volt kíváncsi a Zavet Research. A megkérdezettek 20%-a, azaz ötöde szerint a válasz igen, de 72% inkább vagy egyáltalán nem tudja elképzelni ezt. A Telex munkatársa korábban néhány kormánytagnak is feltette a kérdést. Miért ne lehetne? Bármikor lehet. Ez egy 21. század, ez egy szabad ország. Ugye ezt a miniszterelnök úr is elmondta, hogy számunkra az egyén szabadsága az kincs. Nem lelkesednék érte, de tudomásul lenném, ha volna homoszexuális kormánytag, vagy például olyan, aki bigámiába él. Megkérdeztük erről a kormány fiatalokért felelős helyettes államtitkárát is, Rácz Zsófiát. Ne tudja képzelni, hogy egy kormánytag homoszexuális legyen Magyarországon? Ez nem az én feladatom, hogy elképzeljem, vagy ne képzeljem el, ez úgy gondolom, hogy nem nekem kell meghatározni. De ön el tudná elképzelni, személy szerint. Ez nem az én elképzelésemnek a feladata, ez nem így történik, hogy én elképzelem, és akkor ez úgy lesz. Az LMP politikusa Ungár Péter évek óta nyíltan vállalja, hogy meleg. Szerintem az emberek többségét egyáltalán nem érdekli a másik magánélete, főleg nem a politikusoknak a magánélete. Tehát ameddig nem kezd az ember arról papolni, hogy szerinte a többi embernek hogy kéne a magánéletét folytatni, addig igazából nem érdekli az embereket, hogy ki mit csinál a háromszobájában. A kutatást vezető Závesz Tibor szerint, akinek van homoszexuális ismerőse, sokkal elfogadóbb azoknál, akiknek nincsen. Akinek van homoszexuális ismerőse, azoknak 87%-a azt mondta, hogy ő elfogadó ezzel a csoporttal kapcsolatban. Itt meg azt látjuk, hogy akiknek van homoszexuális ismerős, azoknak a 44%-a el tudná fogadni miniszterelnökként is. A kormánypártokat támogatók csupán 14%-a fogadná el, ha homoszexuális politikus vezetné az országot. Az ellenzéki összefogás támogatói közül viszont 28% mondott igent a felvetésre. Európában egyébként vállaltan homoszexuális az ír kormányfőhelyettes és a luxemburgi miniszterelnök. De a szerb kormányt vezető Ana Brnabić sem titkolja, hogy leszbikus, és párjával együtt egy kisfiút nevelnek.